Szegedi Borfesztivál zárónapján vasárnap délután a Belmondó zenekarral búcsúztathatták a kilátogatók a 10 napos őrületes borünnepet a Széchenyi tér platánfái alatt. Az együttes ízig-vírig szegedi frontemberével, Czutor Zolival a kora esti koncert előtt beszélgettünk zenéről, fellépésről, a jó borokról és arról, miért is a napfényváros a Messzeföldön a legjobb hely. Nem csak azért imádom Szegedet, mert hogy itt születtem, azért alapból imádom, meg itt töltöttem az életem javarészét, hanem azért, mert szerintem a világ leghangulatosabb városa. Ettől függetlenül is. Úgyhogy nagyon vártuk, hogy jöjjünk, nagyon vártuk, hogy itt játszunk. Egy kis amblag műsorra készültünk, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz a fogadtatás. De azt gondolom, hogy közönségen nem fog múlni. A műsor, amivel készültünk, az inkább ilyen vegyes, Czutor, Belmondó nyers ügy. És az az érdekes, hogy egy-két ilyen standard dalt is beletettünk saját felfogásban, de mivel bennünket megelőző zenekar, akiknek a nevét nem tudom, de tudom, hogy a Magyar Jani a basszusgitáros, hogy ők már előttek egy csomó poént, úgyhogy át kell gondolni. De ez nem is baj, mert én mindig úgy írom a műsort, hogy mikor megérkezünk, akkor körbenézek, így végig gondolom, hogy ezen a helyen ilyen kinézetű, ilyen hangulatú embereknek mit érdemes játszani, és úgy rakjuk össze, és ez közben is változhat bármikor, úgyhogy a hangulatnak megfelelően fogjuk alakítani. Nyilván lesz egy pár Belmondódal, lesz egy-két nyersdal, ugye az én régi szegedi őrzenekarom a nyers. Pláne, hogyha Szegeden játszunk, és hogyha nem a nyersel, akkor is elmaradhatatlan, hogy elhangozzon egy-két nyers szám. Meg biztos lesz egy pár Beatles is, meg egy-két ilyen standard, valami amitől férfinak érezzük magunkat. Nem csak, hogy beleférnánk a spontaneitás, hanem kifejezetten szeretjük a váratlan helyzeteket is arra reagálni. A síron a legszebb virág, csak tevékeny. Te vagy az én legszebb álom, te vagy minden boldogságom. Összhangban vagyunk. Mert hogy barátok vagyunk, és alapvetően úgy választottam mindig zenészeket, hogy barátok is legyünk. És ez nagyon fontos. Technikai tudás ugye csak egy eszköz. Annak rendelkezésre kell állni, de ha megvan a barátság, meg a közös értékrend, a közös érdeklődés, akkor sokkal jobbak ezek a játékok. És sokkal kiszámíthatatlanabbak is egyébként. És emiatt érdekesebbek. Sápad az idegességtől az arcom meg a szám. Tavalyi évet még rendesen beárnyékolta a Covid hisztéria, úgyhogy ott még nagyon sok korlátozó tényező volt érvényben. Ezeket most az utóbbi 2-3 hónapban már nem érezzük, szerencsére, de az élet nem áll vissza olyan nagyon gyorsan. Hát voltunk már egy-két ilyen rendezvényen, de nyilván a Szeged is vártam legjobban. Hát Szegednek nagyon sok erősségem mellett ez egy számunkra legfontosabb az, hogy Szegeden elképesztően jó csajok vannak. Tehát olyan szett egy szép nőből, olyan a felhozata, mint sehol máshol az országban. És ez már önmagában egy inspiráló tényező, hogy így van. Tehát már csak ezért akkor is megéri lejönni Szegedre, ide beülni a borfesztiválra, hogyha nem is játszunk a zenekarra. De így, hogy játszunk, így meg nyilván a sok régi személyes kapcsolat is számít, hogy régi ismerősök, családtagok, barátok is jönnek, és így kíváncsian várom, hogy ki mennyit öregedett. Az a helyzet, hogy nem vagyok olyan nagyon boros, hogy még a 30-as éveimben inkább száraz vörös borokat ittam, hogyha lehet választani, akkor most könnyű fehér borokat iszom.
tehát körülbelül ennyi, de nem vagyok egy nagy boros. Ha iszom valamit, ami szőlőből van, az inkább pálinka. Tehát a törköt is szeretem, a különböző szőlőpálinkákat is. Köszönöm szépen, a megvalóan!